büntetlen előéletű vagyok, soha semmit nem követtem el. Annyi volt a bűnöm, hogy az utcán élek. De tényleg, és ez állítólag hétfőtől már bűncselekménynek minősül. Kész, ha ez bűncselekmény Magyarországon, akkor őszinte részvétem ennek a kormánynak, meg mindegyiknek. Mert ez, egyszerűen ez nem állapot. Hajkurásszák a hajléktalanokat. Hajkurásszák. Hát komolyan mondom, most nem akarok nevet mondani, de Gödöllő polgármestere. Én azt gondolom, hogy ennek nem ez a módja. Tehát én nem gondolom, hogy egy büntetéssel, egy büntetés kilátásba helyezésével ezt a problémát meg lehetne oldani.